Következő vendégünkkel, Felcsuti Péter közgazdásszal, eredendően és leginkább a jövő évi költségvetésről szerettünk volna, és fogunk is majd beszélgetni, de hát van egy friss hírünk, ugye a tegnapi a külkereskedelmi, az MKB bank tulajdonos, sajátos tulajdonosi szerkezet váltásával kapcsolatban, és erről azért azt gondolom, hogy nem lehet kihagyni a kérdést, hogy megkérdezzük a véleményét. Az Index egyenesen úgy fogalmazott, hogy eddig is sejteni lehetett, de most már tény, hogy nincsenek többé külföldi erős szakmai hátterű befektetői az MKB-nak, és ahogyan az Index fogalmazott, magyar politikai közéleti dílek mentén kelt el az egyik legnagyobb hazai bank. Ez túlzás vagy realitás? Nem, én azt gondolom, hogy pontosan erről van szó. Mind a két eleme ennek a kijelentésnek igaz. Az egyik, hogy a piac mindig is kételkedett, tehát mondjuk a szakmai és kevésbé szakmai megfigyelői az eseményeknek mindig is úgy gondolták, hogy hát ezek a különböző elvarázsolt befektetési alapok egy nap alatt létrehozott és bejegyzett ázsiai, indiai, és szóval, hogy hát azért nem így szoktak ezek a dolgok menni. Tehát olyan nagyon nagy kételyek afelől, hogy itt bizony mindenfajta strómanok jelentek meg, és a strómanok mögött különböző hát, hogy mondjam, notabilitások lehetnek. Efelől olyan különösebben nagy kételyek nem voltak. Lassan már a stróman is erős szó, mert a stróman általában arra való, hogy ne nagyon legyen felismerhető, hogy ki van mögötted, de amikor a jegybankelnök unokatestvéréről van. Most már nincs, hát ugye a stróman alatt azt az indiai urat értem, aki ott valahogy Luxemburgba egy nap alatt valamit be tudott jegyezni, vagy nem jegyzett be, csak később jegyzett be. De hát most már egészen egyértelmű, hogy itt bizony a jegybank elnökenek a környe, minimum a jegybank elnökének, mert azért itt a miniszterelnököt sem hagyják ki a találgatásokból. És most azt gondolom, hogy nem is az az érdekes, hogy 90-95 vagy 99%-ban igaz az, hogy a miniszterelnök és a jegybank környezetéhez tartozó emberek itten megszerezték az ország harmadik vagy negyedik legnagyobb bankját maguknak. Nem is ez az érdekes, hanem az, hogy egyáltalán ez a lehetőség felmerül. Tehát mindaz, ami belengi az ilyen tranzakciókat, azok az súlyosan rombolja azt, amit üzleti bizalomnak, vagy a gazdasági szereplők bizalmának szokás nevezni. Tehát maga nagyon egyszerű kérdést hadd tegyek föl. A betétesek és a hitelesek a bank konkrét ügyfeleinek a bizalmával kapcsolatban. Ilyenkor érdemes megnyugodni, hogy amikor a magyar állam áll egy ilyen bank mögött, akkor már biztosan biztosítva lesz az, hogy ez rendben lesz, vagy pont el kell kezdeni izgulni, bárha külföldi tulajdonú bank maradna vagy lenne, akkor ugye mindig ott van a veszély, hogy ez nem marad így. Ez egy klasszikus, tehát az, hogy mi a befektetői vagy a betétesi bizalom, az egy lélektani kérdés. Aha. Hosszú időn keresztül a betéteseknek semmi baja nincs, nem foglalkoznak vele, hát láttunk Magyarországon postabankot, amikről éveken keresztül mondjuk híreztelték, hogy hát azért nincs minden rendben. És aztán egyszer csak sorba állt a fél ország. Láttunk Ibul bankot, láttunk Marcsikát, nem tudom én honnan, Karcagról. Tehát az, hogy a betétesek hosszú éveken keresztül hát hogy is mondjam, együtt menetelnek az ilyen csoportokkal, vagy ilyen bankokkal, vagy ilyen emberekkel, ebben semmi meglepő nincs. Ugyanannyira nem meglepő, hogy ha viszont bármi történik, akkor egy masszív túlreakció történik. Hát akkor egy betétesi pánik tör ki. Tehát az, hogy ennek a tulajdonosi bejelentésnek rövid távon nem kell, hogy hatása legyen az MKB tevékenységére, ez nagyon is valószínű. De bármikor bármi történhet, és a piacnak az a természete, hogy időről időre tudnak dolgok történni, akkor annak a, hogy is mondjam, összeadódott hatása sokkal nagyobb tud lenni. Ugyanakkor másrészt pedig az is egy szempont lehet, mások meg azt mondják más megközelítésből, hogy lehet, hogy kifejezetten jót tesz egy bankkal szembeni bizalomnak, hogy mondjuk úgy, hogy kormány közeli kapcsolatok vagy rendelkező személyek van a háttérben, tehát nem konfliktusos a helyzet, feltétlenül nem lesz az a kormánnyal szemben korábbi időkkel, amikor hát ugye volt a konfliktus a banknak a kormánnyal. Igen, erre céloztam. Én azt kell mondanom, hogy a normális időkben, a kisebb konfliktusok esetében ez egy igaz mondás lehet. Ha komolyabb baj van, és ha most itt mondjuk egy precedenst vagy egy példát mondhatnék, mondjuk a Széchenyi Bank, a közelmúltban ugye emlékszünk rá, melynek a tulajdonosa, illetve a vezetője, hát ez egy nagyon-nagyon erősen kormányközeli úriember volt, most a nevét nem feltétlenül szükséges itt elmondunk, bár hát egy közéleti szereplő, Törőcsik Istvánról van szó. Ugye egy masszívan kormányközeli
emberről van szó, akinek a bankja hosszú időn keresztül komoly kormánypárti támogatást, vagy ha úgy tetszik, állami támogatást élvezett, olyannyira, hogy az állam befektetett ebbe a bankba. Tehát megint csak azt mondom, hogy a normál időkben semmi probléma. Ám de a Széchenyi Banknak lettek rossz hitelei, mert hát az élet az olyan, hogy tud olyat is tud hozni, hogy egy banknak vannak rossz hitelei, és amikor összeomlott ez a bank, akkor az állam már nem nagyon tehetett mást, mint kilépett mögüle. Tehát az MKB-nak rövid távon, normál viszonyok között persze nagyon kellemes az, hogy állami kapcsolatai vannak, de ha véletlenül, és megint azt kell mondanom, hogy a piacnak ez a természet, ez a ciklikusság, ez tökéletesen normális tulajdonsága, ha jön egy rosszabb időszak, és miért ne tudna jönni, és az MKB véletlenül belekerül ebbe a rosszabb időszakba, akkor azért kellemetlen dolgok jelznek. És Péter Zoltán jó szerencséje sem tartott őket. Akár, így van. Tehát szóval én azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy arra kéne számítani, hogy ne is történjen ez meg, hogy a betétesek megrohanják az MKB-t, de hogy a magyar bankszektor, a magyar bankrendszer egésze összességében meggyengült ennek a hírnek a következtében, ez nem kétséges. Viszont a magyar gazdaság, mint tudjuk, folyamatosan erősödik, ennek következtében is állhatnak el olyan pozitív változások a jövő évi költségvetésben, mint például mérséklődik a munkáltatók adó és járulék terhe, csökken tovább az internetszolgáltatás áfája, nő a gyermeket nevelő szülők kedvezménye, és egy sor pozitív intézkedés. Sőt, 4,3%-os lesz a növekedés. Miért baj ez? Miért? Igaz, hogy van, aki szerint igen. Csak 2, 3,2. Miért csúfolják ezt egyesek választási költséget, és csak azért, mert a választási éve jön? Mennyire bízhatunk ezekben a számomban? Én azt gondolom, hogy valamennyi tárgyilagosság itt helyén való ebben az ügyben. A 4 éves választási ciklusokkal rendelkező ország, egyszerűség kedvéért nevezhetjük őket demokráciáknak, tehát ahol rendszeresen ugye megkérdezik 4 évente, 5 évente a választópolgárokat, az szükségképpen beviszi a ciklikusságot a költségvetési politikában, mert az uralmon lévő párt, mindegy, hogy Fidesznek hívják, vagy másnak, igyekszik a legjobb intézkedéseket, a legrosszabb intézkedéseket, a legfájdalmasabb, legkínosabb dolgokat igyekszik a ciklus elejére, és a legkellemesebb dolgokat igyekszik a ciklus végére ütemezni. Én ezt nem rónám föl a Fidesznek, valószínűleg választási költségvetésről van szó, tehát ha lehet. Arra mi állja, száfolja. Igen, hát ez egy, azt gondolom, hogy ez egy ilyen szómágia, tehát én most mindegy, minek nevezzük, az, hogy lazább lesz a költségvetés 2018-ban, mint a korábbi években volt, az egészen biztos. Ez önmagában véve szerintem nem is sem nem nagyon különös, de, és nem is tartom nagyon érdekes. De kérdés, hogy mekkora kockázattal jár, és milyen utána? Mi az ára ennek? Vannak nyilván figyelmeztető hangok, mert helyén valóak ezek a figyelmeztető hangok. Nyilván a klasszikus, a felelősségteljes költségvetési politika, vagy gazdaságpolitika azt mondja, hogy amikor viszonylag jól megy a gazdaság, tehát van növekedés, és most egy kicsit gyorsabb a növekedés, akkor a költségvetésnek óvatosnak kell lennie, annak érdekében, hogy tartalékai legyenek arra az időszakra, amikor rosszabbul megy a gazdaság, és akkor a költségvetés a maga költekezésével serkentheti a gazdasági növekedés. Ugye ez szokás ciklikus gazdaság, tehát a ciklussal szembe menő gazdaságpolitikának nevezni. A magyar elmúlt 25 évben a magyar költségvetésnek soha nem sikerült ezt az anticiklikusságot teljesítenie, sem a Fidesz kormánynak, sem az összes többi kormánynak, és ennek következtében az időről időre bekövetkező válságok mindig súlyosabbak voltak, mint amennyire kellett volna lenniük, ha egyébként a költségvetésnek vagy az államnak lett volna elég pénze, hogy egy ilyen anticiklikus pufferrel, szembeszéllel egy kicsit mérsékelje a válság hatásait. Tehát én azt gondolom, hogy ez érdekesebb, hogy továbbra sem sikerül ezt a fajta dolgot. De lát konkrét veszélyeket, tehát olyan számokat, amik túlzónak bizonyulhatnak? Hát biztos, hogy én azt mondom, hogy ezek a 4% fölötti, ez biztosan túlzás. A magyar gazdaság, itt két dolog van. Egyrészt van ez a rettenetes függés az Európai Uniós pénzek lehívásától. Tehát annak idején egy okos ember, annak idején Magyarországról, mint fiskális alkoholizmusról beszélt. Tehát a magyar költségvetés olyan, mint egy jó, gyógyíthatatlan alkoholista, amelyik attól függ, hogy a költségvetés, tehát ez a költségvetési túlköltekezésre utalt. Most azt gondolom, hogy ez nem fiskális alkoholizmus, hanem ilyen EU támogatási alkoholizmus, ami a magyar gazdaságot jellemzi. Lényegében a magyar gazdaság teljesítménye hát majdnem 100%-ban korrelál azzal, ahogy az Európai Uniós pénzek jönnek. Seppregi Nándor ezt mindig hevesen cáfolja. Igen, és lassan kifutnak ugye ezek a nagy összegű támogatások. Hát nem kicsit, hogy tart, tudom, igen,
csak ez a nyilatkozat, hogy most már 60%-át a beruházásokra, fejlesztésekre próbálják majd becsatornázni a pénzeknek. Nem kellett volna ezt eleve így legyen már korábban? Hát valószínűleg kellett volna. Ennél nagyobb baj az, hogy ezt nem a piac csinálja. Tehát ugye a beruházásoknak a legnagyobb része az állam által indukált, vagy az állam által megrendelt. Mert állam által végrehajtott, saját maguk által kezdeményezett, vagy az általuk ugye megrendelt. Ez szóra nem megy, vagy nyerik az álljó, a piac, ugye az lenne a jó, hogyha a piac szereplői sokkal kisebb mértékben függnének az államtól, mint megrendelőtől, és az Európai Uniós pénzektől, mint forrásoktól, hanem csinálnák azt, amit normálisan a piac szereplői csinálnak, hogy körülnéznek, hogy mire van kereslet, és akkor arra fejlesztenek, és akkor versenyeznek egymással, ez lenne a normális dolog. Ez Magyarországon lényegében 2010 óta megszűnt. Lényegében piaci beruházások alig-alig vannak. Vannak esetenként nagy külföldi beruházások, amikre hallatlan pénzeket költ az állam, hogy ide vonza őket Magyarországra, de úgy egyébként a normál piaci beruházási tevékenység az nagyon alacsony fokú, és ez a legaggasztóbb a magyar gazdaságban. Alul tervezték az idei inflációt, a következőt már nem. Igaz, hogy kétszer is lehet nyugdíjemelést eszközölni, ami persze, ahogyan mondja, egy természetes folyamat a választási költségvetésnek. Gondolom, hogy igen, tehát ebben biztos, hogy ebben benne van az, hogy nyugdíjasoknak kell valamit adni, hogy csak jó szívvel viselhessen. Főleg úgy, hogy most nem kapják meg, így van, hogy most nem kapták meg, ami jár. Ez biztos, hogy ebbe a dologban benne van. Ugye ez valamennyire törvény által szabályozott. Az infláció továbbra is egyébként nagyon alacsony. Tehát alacsonyabb, mint kéne, hogy legyen. Tehát a normális furcsa módon ugye van az emberekben egy ilyen erős averzió az inflációval szemben, és helyes is, hogy van, de azért van az ellenkezője se jó, tehát amikor túl alacsony az infláció, az meg kifejezetten rosszat tesz a gazdaságnak. Ha meg véletlenül negatív az infláció, amit ugye deflációnak szokás nevezni, az még nagyon súlyosan romboló a gazdaság számára. Szóval ebben a pillanatban nem a túlzott infláció a veszély Magyarországon, hanem a túl alacsony infláció. Hát mindenképpen érdekes, hogy mi lesz végül is a végső formája a költségvetésnek, nem tudod pontosan mikorra tervezik? Hát most ugye azt mondták, hogy júniusban, nem, hogy júniusra meg lesz a költségvetés. És akkorra úgy látja, hogy képben leszünk elég a jövő évre várható számokkal, mert ugye mindig ez egy találgatás, egy kicsit hát próbáljuk bemérni a jövő évi lehetőséget, tehát annyiféle számot, ugye 4,3-től én nem tudok, igen, a növekedés ekkora különbsége fölött napirendre térni. Hát egyrészt ugye június, hát nagyon, nagyon nem mindegy, hogy mi a bázis. Tehát ugye a 2017-es év az biztos, hogy sokkal jobb lesz, mint a 2016-os év volt. Ugye itt annyi bér kiáramlott a minimálbér és vidéke környéki kormányzati intézkedésekkel, hogy annak van egy fogyasztás növelő hatása. Egyébként is lassan, ugye itt pótlásról is szó van, tehát 2008 óta annyi elhalasztott fogyasztás, annyi elhalasztott vásárlás, lakás, autó, tartós fogyasztási cikk, stb. Van. Tehát, hogy ezeknek van egy ilyen fogyasztás generáló, a pótlásnak is van egy ilyen fogyasztás generáló hatása. Tehát én azt gondolom, hogy a 2017-es év az biztos könnyen elképzelhető, hogy 3% fölött lesz minden különösebb faxni. Nélkül pusztán ez az elhalasztott fogyasztás, illetve a nagy bérkiáramlás, ami itt történt, hát annak van egy ilyen hatása. Ez egy viszonylag magas bázis teremt 2018-ra. 2018-ra nézve, én nem akarnék ilyen számháborúba bocsátkozni. A hosszú távú trend a minden szakember véleménye szerint, tehát a hosszú távú növekedési trend Magyarországon az 2-2,5%. Ami azt jelenti, hogy hosszú távon, ha húzunk egy trendvonalat, akkor ez az átlag. E körül lehet ingadozni, lehet ez 3 is, vagy 3,5 is, de a hosszú távú tartós felzárkózáshoz szükséges viszonylag magas 3% fölötti növekedés, az csak állam. Felcsúti Péter, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Meglátjuk hamarosan. Én is köszönöm szépen. Hogy alakulnak a számok. Köszönjük, hogy eljött. Köszönöm.